A tornateremben tartott ünnepségen először kis Éva Noémi a 7. osztályosok nevében búcsúzott a ballagóktól, Farkas Vivien 8. osztályos tanuló szavalata után Mester Anikó osztályfőnök búcsúzott el tanítványaitól, s kívánt nekik sikeres, boldog éveket. A nyolcadikosok nevében Doma Petra Dorina, Tóth Enikő, Nagy Tímea Boglárka, Suba Viktória Magdolna, Beregszászi Flóra búcsúzott szavalatokkal, majd énekekkel. Útravalóval Futóné Szabó Margit tagintézmény vezető is ellátta tanítványait. Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Most itt a tanév vége, az elmúlt tanév értékelése, és remélem, hogy egy csodálatos nyári szünidő következik mindannyiunk számára. Visszatekintve elmondhatom, a 180 tanítási nap adott sok új feladatot, és hozott szép eredményeket is. Talán az első osztályos kisdiákjainknak és az elballagó nyolcadikosoknak volt a legtöbb feladata. Az elsősök mindannyian megtanultak írni, olvasni, számolni, megtanultak iskolásnak lenni. Ti pedig, nyolcadikosok, pályát választottatok, meghoztátok életük első nagy döntését. Büszkék vagyunk valamennyi ballagó diákra, hiszen 8 év alatt sok szép eredményt értetek el, öregbítettétek iskolánk hírnevét. Bízunk benne, hogy sikeresen megálljátok helyeteket, és szép emlékeket visztek magatokkal. Ebben a tanévben iskolánkban 203 kisdiák fejezte be a tanévet, 42 kitűnő tanulónk van, és 12-en jeles tanulmány eredmény értek el. 23 ballagó diák ül itt előttünk, közöttetek 4-en kitűnő, 2-en jeles eredménnyel zártátok ezt az évet, ami dicséretes teljesítmény. Fejlődtünk, szépültünk a tanév során, elkezdődött a kerítés felújítása, új bútorokat kaptunk, a falainkra hangulatos festmények kerültek. Taneszközökkel, informatikai eszközökkel is gazdagodtunk, jelentősen nőtt eszközparkunk, digitális tananyag színesítette óráinkat. A programokat tekintve is sok újdonság volt a tanév során, valamint a megszokott, jól bevált rendszeres programjaink hasonlóan magas színvonalon valósultak meg. Kihívás volt mindannyiunk számára a digitális tanrend bevezetése, amely március 16-tól biztosította számotokra a tanév sikeres befejezését. Elkészült a digitális oktatási felületünk, a modul, ahol megtalálhattátok minden nap a tananyagot, ide töltöttétek fel a megoldásokat, és itt tudtuk értékelni a munkáitokat. A gyerekek többsége lelkesen tanult, de valljuk be őszintén, azért néhányan nehezen voltak elérhetőek. Nagyon hiányzott mindannyiunknak a személyes találkozás, amit nem pótol semmi. Üres volt az iskola nélkületek. Kedves nyolcadikos ballagók, 3 dolgot szeretnék tőletek kérni, ha kiléptek ezen a kapun. Elsősorban, vigyétek iskolátok jó hírét, ne hozzatok szégyent az alma máterre, ahol sokat segítettek nektek tanáraitok, osztályfőnökötök Adikó néni. Sok szép élménnyel, megszerzett tudással engedünk titeket utatokra. Bármikor várunk vissza titeket szeretettel. Ha segítségkel, akkor is itt vagyunk. Ha örömeiteket akarjátok megosztani velünk, akkor is várunk benneteket szeretettel. Másodszorban, legyetek céltudatosak. Ne téveszítek szem elől célotokat, sokszor könnyebb út csábítóbb, de ne csábuljatok el. Ha az ember elérhető cél tűz ki maga elé, kitartóan küzd megvalósításáért, akkor előbb-utóbb eléri célját. Ez a boldogság, elégedettség egyik alapja. És végül, de nem utolsó sorban, pozitív hozzáállás kell a dolgokhoz. Minden élethelyzetben lássátok meg a jót, Madách szavaival. Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha. Remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni ez az élet. A 180 tanítási nap adott sok új feladatot és hozott szép eredményeket is.
Nagyon tehetséges kis osztálytól búcsúztunk, és valóban szívet melengető volt ez a 8 év, amit együtt tölthettünk. Ahogy a jutalmazás is megmutatta, nagyon sok versenyen tudtak indulni, tanulmányi versenyen, sportversenyen, nagyon aktív, nagyon lelkes, nagyon szorgalmas kis osztály volt, és az igazsághoz ezzel tartozik, hogy én alsó tagozatban tanítottam őket, és ahányszor mentem helyettesíteni, mindig ez a közeli kapcsolat úgy érzem, hogy megmaradt 8-os létükre, és nem nőtték ki azt, hogy szerették a személyes kontaktust, ezeket a személyes élményeket, és ilyenkor a búcsúzáskor ez előjön. A matematika verseny, a fizika verseny, a történelmi versenyekre, angol versenyre, olyan széles tájékozottságúak ezek a gyerekek, hogy szinte minden területen tudtunk indulni velük, és többen voltak, több területen tehetségesek. Ritkán adódik ez, ugye mi egy kis iskola vagyunk, nagyon sokszor 2-3 gyerekre építhetünk, itt viszont lehetett látni, hogy elég széles volt a merítés, és valóban egy tanuló több tantárgyból is, de esetleg voltak néhányan, akik egy-egy kimagasló területen tudtak szép eredményt elérni, ének, akár versmondás, akár sport terén. Mint elmondta, szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Nagyon örültünk neki, hogy az elejétől fogva, március 16-ától be tudtunk a digitális távoktatásba kapcsolódni. Otthon azért vannak számítógépek, laptopok, de ha nem volt más, az okostelefonnal azonnal vállalták a szülők, és természetesen ez nem ment volna ilyen sikeresen, hogyha otthon nem ülnek melléjük, mert azért azokat a felületeket megkeresni, különböző tantárgyaknak különböző digitális tananyagot, és sikeresen vettük ezt az akadályt is. Örömmel tudom a beiskolázás is mondani, hogy 46 kicsi elsősre számítunk jövőre, 2 első osztályunk indul, ami már régen volt. Én úgy gondolom, hogy mind a felzárkóztatásra azért hangsúlyt helyezünk, ugye talán elhangzott az évzáró során, hogy bukásunk sem nagyon volt, de a tehetséggondozást is ki tudnám emelni. Igyekszünk az egyéni képességeket figyelembe venni, és minden gyermek számára azt biztosítani, amire szüksége van. A végzősöket az iskola tantestületek könyv, oklevél és tárgyutalommal honorálta. A díjakat Prósz Csilla intézményvezető adta át. Az elmúlt időszak történéseit figyelembe véve azt is mondhatjuk, hogy az idei ballagás belekerülhet a történelem könyvekbe is, hiszen ahogyan visszaélünk, visszaemlékezünk, több évtizeden keresztül ilyen ballagás nem történt itt a kiskulcsosi tagintézményben. Az itt tanuló gyerekek életében, a 8-osok életében ez egy mérföldkő, amikor elballagnak, elbúcsúznak az iskolától, elbúcsúznak a tanáraiktól, és egy új élet kezdődik számunkra. Egy-egy ilyen ünnepség mindig megható, hiszen ilyenkor akarva akaratlanul 8 évnek az emlékei tódulnak a gyermekek lelkében is, és az őket tanító pedagógusok lelkében is, és amint láttuk és tapasztaltuk, a mai ballagás sem múlt el könnyek nélkül.